A 24 pontú stábja ismét útra kelt, hogy új tapasztalatokat szerezzen Magyarország legkisebb, legfurcsább, legérdekesebb, legextrémebb múzeumaiban. Ezúttal Baranya megyében kulturálottunk. Az Abaligeti Denevér Múzeumban kezdtünk. Denevér Múzeum az 2004-ben létesült, akkor egy régi típusú kiállításként. Idén nyílt egy modern kiállítás, tavaly jön is lezártunk, és az egész kiállítás fel lett újítva. Érintőképernyős eszközökön keresztül lehet a legtöbb információt begyűjteni. Egy vagy két hete volt ez, hogy éjszaka berepült hozzánk egy denevér. Hálószobában. És igazából megláttuk, hogy van itt egy denevér múzeum, és kíváncsiak voltak, hogy eljöjjünk, megtudjuk-e, hogy milyen denevér repült be hozzánk. De nem olyan ijesztőek. Nem. Tényleg egy kicsit közelebb hozza az emberekhez, hogy megtudjuk, hogy nincs annyi, igen, meg nincs annyi vérszopó, mint amire számítunk. Hazánkban 28 denevérfaj él, nagyjából annyi, mint Romániában, vagyis vérszívó diverzitásban sem maradunk el Dracula gróf szülőföldjétől. Elég menő. Ha ilyen sok itt a denevér, meg ugye itt az Abaligeti barlang is, amit ugye a denevérek használnak egyrészt párzás helyszínül ősszel, illetve téli időszakban pedig téli álomra bizonyos fajok, tehát nagymértékű azért itt a úgymond denevér forgalom, ezért gondolták azt, hogy akkor ide egy ilyen denevér témájú kiállítást hozzanak létre. Maga a barlang egyébként, illetve a barlangnak a bejárati környezete az, amit a denevérek ilyenkor használnak. A nőstény egyedek itt-ott helyet foglalnak, és akkor így keresik meg őket a hímek. Aztán bizonyos fajok itt maradnak, így ősztől, novembertől, decembertől, körülbelül március-áprilisig téli álmot alszanak bent a barlangba. Ilyenkor vannak nagyobb mennyiségben, és a nyári időszakban, mivel tavasszal kirepülnek, elvándorolnak, nyári időszakban a barlangban nem is nagyon lehet denevéreket látni, csak esetleg egy-egy, ami itt marad. Általában odvasfákban, vagy mondjuk padlástereken helyezkednek el a nyári időszakban. Bagzó denevérek hiány csupán röpke időt töltöttünk a sziklamélyedésben. A következő helyszínünk egy padlás. Ilyen helyen nyaranta könnyen összeakadhat az ember egy csúfarcú szárnyas emlőssel, de nekünk most sem volt ilyen szerencsénk. Láttunk viszont parád és hideg burkolatokat, hiszen a következő állomásunk az Erzsébeti Cementlap Múzeum. A holland származású Simon egy személyes üzleti és kultúrmissziója a tanya. A kiállított tárgyak egyben a mintabolt termékei is. 86 óta vagyok Magyarországon. Én közgazdász nyelvész vagyok, meg művészettörténész. Affinitásom van múzeumokhoz, sőt, azért, hogy jöttem Magyarországról, a Van Gogh Múzeumban dolgoztam. Kellett nekem valami kitalálni, hogy miből fog élni a családom. Erdős Márokon, egy másik faluban, ahol másik házom, ott megismertem a cementlapokat. Megkérdeztem a falusiaktól, hogy adjátok lapokat, ha van nektek valahol, mert én a házamban ott szeretnék pótolni, és akkor nagyon sok lapot kaptam, vagy ingyen, vagy 2 forintért. Leraktam a verandát, a istálót vele, aztán még mindig volt 1000 lap. Én látom benne a szépséget, meg az értéket. Ezeket egyszer bedobtam egy buszba, és Amsterdamban vittem egy antik kereskedőhöz. Kérde, hogy mennyit kész, akkor mondtam valami borzasztó összeget, oda rakta az asztalra. 33 000% profit volt azon a kis üzleten. Akkor kezdtem cementlapot bevásárolni. Akkor senki nem érdekel még antik cementlapot Magyarországon. Szó szerint kidobták konténerbe. Itt tárolom őket, itt van a raktár. A legtöbb lap 6 oldalon kipucolva, és az a nagy költség, mert az laponként 5, akár 10 perc munka. Rögtön rájöttem, hogy fú, nagyon sok féle van. Kiraktam őket itt a betonra, megnéztem, és akkor leesett a tantusz. Ez egy múzeum. Amikor ez a cementlap múzeum ötlet támadt, akkor először gondoltam, hát akkor bepakolom a házat a szép lapokkal, valami vitrinekben, ilyesmit. De gondoltam, ha azt csinálom, akkor nem tudom használni ezt az egész házat. Aztán egy jobb ötletet kaptam később, hogy a patláson rakom. Itt kezdődik a legegyszerűbbekkel és a leggyakrani mintákkal. Ezek a rombuszok például, vagy a kubuszok. Két fő kategóriában van, vagy ilyen vegetális dolgok, virágok, vagy
ilyen geometrikus dolgok, amin absztraktabb. A magyar közönség jobban szereti a vegetális dolgok. Hollandiában, mert Németországban sokszor ezek is elég jól mennek, a geometrikus dolgok. Az összes ember, aki bejön, nagyon kevéset várnak, az mondja, hogy Szemedlap múzeum, na jó, nézzük meg, de nem várnak semmit. De mondhatom azt, aki bejött, más emberként megy el, és azt mondja nekem, hogy fú, mostantól mindig, ha megyek valahova, egy templomba, vagy egy öreg házba, vagy egy régi parasztházba, akkor nézze, mi van. Kultúrtörténelem, ami itt van. Ibafán nem csak természeti adottságokból vagy vállalkozásból nőhet ki múzeum, hanem mondókából is. Az 1800-as évek közepétől 40 évig volt egy plébánosunk, aki nagyon szeretett pipázni. És egy újságíró írta róla azt a mondókát, ami közismert. Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa, papi fapipa. Ez már az 1900-as évek elején szerepelt tankönyvekben, mint nyelvtörő mondóka. Ezért az ibafai fapipa, az papi fapipa. 1931-ben operett szerzők dalt írtak belőle, akkor lett igazán híres ibafa. Keresték az ibafai papon a pipáját, akkor Sarlós Ferenc volt a plébános, ő csak szivarozott. Ezért a hívei csináltattak neki egy nagyon szép papipát. Innentől kezdve a papok kezdtek gyűjteni pipákat. A 60-as évek óta változatlan a gyűjtemény. Közel 200 kiállítási tárgy van, nem mint pipa, pipaszár és dohányzáshoz szükséges kellék, mint dohánytartó például. Majdnem a duplája lesz. Tehát 160 tárgyat kaptunk az egyháztól. A Pécsi Múzeum munkatársai hamarosan összehozzák a kiállítást. A polgármester közbenjárásának köszönhetően végre Pécsről átkerült a faluba az eredeti ibafai fapipa. Ez az eredetinek a másolat. És hol van az eredet? Hát jelenleg ott polgármester hivatalban, mert említettem, tavaly az egyház átadta a teljes gyűjteményt. 1934-ben csináltatták a hívei. Úthasználva le vagyon írva, hogy voltak pipabálok a faluba. Amikor a plébános úr is megjelent meg az előjárók, és akkor körbeadták a pipát. Megnyújtották, körbeadták, mint egy békepipát. Nem a pipázásnak van itt hagyománya, hanem ugye ez a, ránk maradt ez a mondóka, és azért erre büszkék. Ha járnak az országba az ibafaiak, és elmondják, hogy ibafai, mindjárt mondják a mondókát, többnyire nem helyesen. Az ibafai papnak fapipája van, mert az ibafai papi pipa, papi fapipa. Tovább nem tudom. Ibafára nehéz bejutni, és még nehezebb elhagyni a települést. Faluszerte hiányzik a térerő, ráadásul zsákfalu, vagyis egyetlen úton közelíthető meg, amiről Pech nem tud a GPS. Nem csoda, hogy idefele mi is eltévedtünk. A Mecsek köztudottan csodálatos panorámával bír, prima a klíma, mediterrán, merészek a hegyek, bájosak a lankák, rengeteg a tó, és az emlegetett GPS simán ráakadt például Orfűre, azon belül is a Malom Múzeumra. Ha valaki arra jár, értesítsen bennünket. Az biztos, hogy Baranya király.